zenei kísérettel vonult fel a Hírösváros turisztikai központtól a főtéri nagyszínpadig, a Matthias János borrend vendégborrendjeivel együtt szombaton, a Magyar Bor és Pezsgő napján. A szakmai egyeztetésre érkezett társborrendeket egyenként bemutatta Kolozsi Ergyula, a Matthias János borrend ceremónia mestere, majd Kocsis Pál, a borrend elnök nagymestere átadta a Matthias János érdemérmet, amelyet a névadó tudós tiszteletére alapítottak 2018-ban. Ezzel az elismeréssel a szőlő és borágazat munkáját önzetlenül támogató szakembert, közéleti személyiséget tüntetnek ki. Idén Szemereiné Pataki Klaudia polgármester vehette át az érdemérmet az elnök nagymestertől. A ceremónia újabb borlovagok avatásával folytatódott. Kocsis Pál, a Matthias János borrend elnök nagymestere elmondta, hogy nekünk magyaroknak közel áll a szívünkhöz a tiszta, jó, értékes magyar bor. Úgy gondoljuk, hogy azok az emberek, akik a szőlővel foglalkoznak hagyományként ma még mindig Magyarországon, és ezeket a kiváló ízű, zamatú, gyümölcsös, magas alkoholtartalmú, extraktartalmú borokat előállítják, dicséretes az ő munkájuk, az ő fáradozásuk, hogy élvezhetjük, amely megpendíti a mi lelkünk húrjait. A hagyománynak megfelelően 6 óra előtt pár perccel össznépi kocintással ünnepelték az egybegyűltek a Magyar Bor és Pezsgő napját. Úgy megfordult a fejemben, amikor készültem erre a beszélgetésre, hogy ilyen névvel, hogy Kocsis Pál, lehet-e nem szeretni a bort? Hát ő a nagyapa idejében is, a család, amikor ünnep volt, az ünnepi asztalon a bor ott volt, és hát nagyapának fékezni kellett önmagát, mert a Rotter doktor úr azt mondta, hogy napi 72 csepp. És nem több. Akkor ezért itt a fröccsben. És a nagymama mindig fékezte, és amikor már egy kicsit több volt, akkor csak annyit mondott a nagymamának, hogy a Krisztus pofozzon föl ide, hát engedd már meg, hogy jó kedvem legyen. Ida, Kocsis Pál felesége még a börtönbe is. A Pali bácsinak volt egy nagyon kellemetlen liaisonja a hatóságokkal, még oda is úgy vitte be a salátát, hogy nem ecette, hanem fehér borral öntötte le. Tehát azért gondoskodott ő róla, úgy hírlik. Volt-e olyan pont az életedben, amikor akár csak egy picit is teher volt, hogy nagyapád, mit ami árnyéka rád nehezül? Nem. Nem. Talán azt mondanám, hogy az ő emléke, az ő emberi nagysága és műve, a hibridjeiben élt a lelke. Ez nem volt nekem teher, hogy ez felelősséget jelentett. Uh-huh. Az iskolánál ugye 40 évet dolgoztam, és amikor a névadó ünnepély volt, az volt az a pillanat, amikor azért rádöbbentem, hogy ha eddig is tisztességesen és becsületesen igyekeztem dolgozni, azért innen egy kicsit még többet kell. A ti családodokban magától értetődő volt, hogy belőled kertész vagy szőlész borász lesz? Igen, olyan tradíció volt a családban, hogy szinte mindennapos munka volt, hogy mentünk a szőlőbe, a szüretek, a szőlőmetszés, a szőlőpermetezés. A szegény nagyapám az elég nehezen engedte meg, hogy én permetezőgépet vegyek a hátamra, és már egy kicsit irigykedtem a bátyámra, hogy hát ő már permetezhet, de még én nem. Hát és én kevés olyan gyereket láttam, aki a permetezőgép után áhítozik. Igen, mert annak megvolt a maga metodikája, hogy a szőlőtőke... Nekünk is volt szőlőnk, nekem másféle emlékeim vannak erről. Ugye középiskolába már eleve szakirányosan iratkoztál be? A középiskola az érdekes volt, mert ugye a kortárs gyermekcsoportban a Máté Feri barátom, sajnos már nem él, ő a közgazdasági technikum mezőgazdasági tagozatával járt, és őnekik volt egyen sapkájuk. És ugye nekem borzasztó tetszett az, hogy egyen sapka, és én a közgazdasági technikumba jelentkeztem, és kiváló tanárok tanítottak, de nagyon büszke vagyok a
Jókai Mór általános iskolára is, Komáromi Ernő bácsira sorolhatnám. Borbély Ernő bácsi legendás tanárember volt. Én még mint az ásványgyűjtő kecskeméti mentorával találkoztam vele. Én abból a kémiai tudásból éltem meg középiskolában, sőt, mi több még főiskolán is, amit ő tanított a szakkörökön. Az első feleletem az egyes volt nála. Jó indítás tulajdonképpen. Kihívott, és hát nem tanultam, és hát rádöbbentem, hogy itt nem lehet játszadozni, és minden órára tanultam szinte, hogy nem, bármikor kiszoríthat. És fél évkor ötöst adott kémiában, és végig ötös voltam kémiában. Nagyon szerettem a kémiát. A középiskolában van olyan jelentőségű pedagógus személyiség, mint Komáromi Ernő volt az általánosban? Hát ő több van. Csernus Lászlótól kezdve Szép Ernő, Zaborecki Anna néni tanította a franciát, Nyergesné Jolika, Szalai házaspár, és lehetne Igó. Anna néni mennyire volt jó francia tanár? Beszéled a nyelvet? Hát használtam. Használt vettem, de nem, abból nincs nyelvvizsgám. Oroszból van nyelvvizsgám, a Nyergesné Jolinak köszönhetem, de már nem nagyon megy a dolog. És hát Anna néni... holnap jön Putyin úr, gyakorolni kell egy kicsit erre. Anna néninek a lelke az mindig a helyén volt. Ő borzasztó jó lelkű volt, és hát amikor kettes-hármas kellett volna adni, akkor is azért ő egy kicsit felülosztályozott. Tehát... Az időnként árt, szóval ellene hat az ösztönzésnek, hogyha az ember jobb jegyet kap, mint amilyet érdemel. Pali, a középiskola után a felsőfokú mezőgazdasági technikum, ahol ugye 1961-től Mésző Gyula az igazgató. Ő volt a te igazgatód is? Igen. Igen, Gyula bácsi volt, és hát ott is kiváló tanárok voltak a főiskolánk, Vajzer Pista bácsi, és sorolhatnám. Szabó azért izgalmas, van egy Kossuth-díjas nagyapád, mellette egy Kossuth-díjas főigazgatód, vagy nem tudom, hogy hívták aktuálisan a technikum vezetőjét. Azért ez elég jó iskola. Gyula bácsi megközelíthető volt? Nagyon is. Érdekes volt az én történetem, a bejutásom, mert nem vettek föl. És úgy, hogy fellebbezéssel kerültem be, és a Gyula bácsi, hát közvetlenül ugye ismerős volt, és amikor a feleségemmel készülöttünk, hogy összeházasodunk, bementünk hozzá, hogy hát kellene egy Volga, amivel ő járt a országgyűlésekre. A szolgálati Volgára tartottál igényt? Az ő Volgáját el kellene kérni, hogy valami kocsi legyen már, amikor esküdünk. És a buszt az apóson vezette, az egy 100 személyes kísérleti busz volt. 100 személyes autóbusz? 100 személyes autóbusz volt, és itt járt. Ez ma kettő autóbuszt jelent, ugye körülbelül? Igen, igen. Aha. És sajnos nincs ma már olyan padlómotoros, és hát amikor bementünk hozzá, kéne, hát hogyha csak ennyi szükséges, akkor minden áll a rendelkezésünkre. Nagyon kedves ember volt, mindenki szerette a kutatóintézetbe, és a főiskolán is. Tanítani is tanított, vagy arra nem ért rá? Tehát ugye ő kutató volt, akadémikus, mindenféle komoly rangot. Tanított, vizsgáztam nála, a zöldségtermesztésből volt szigorlatom. Amikor befejezted a felsőfokú technikumot, a Helvíciai Állami Gazdaságban kezdtél dolgozni, ahol az akkori igazgató Verók István nagyon hamar igen fontos feladatokat rakott a nyakadba. Hát igen, hát volt egy 600 fős kistábor, meg gyümölcsös, meg szőlő, úgyhogy nem volt egy egyszerű dolog kimenni lányokkal őszi barackot szedni, és akkor az őszi barack este már barnult, úgyhogy nem volt könnyű, és a kerületeket is meg kellett ismernem, és hát ugye valami terve volt a igazgatónak velem, de aztán egy kicsit kellemetlenül alakult a dolog, mert 69-ben hívtak az iskolához, hogy jöjjek el oda tanítani. Ez a Kisfályi. Kisfályi iskolába. Igen. És ez a távolság, ez a sok utazás, meg ettem is, meg nem is ettem sokszor, hát az lett belőle, hogy átjöttem a Kisfályi iskolába, és a Verók
igazgató nem igen örült neki. Hát igen, mert ő főkertészt akart belőled faragni rövid időn belül, hiszen ha az én információim pontosak, abban az időben hát csőd közeli helyzetben van az állami gazdaság sok milliós deficittel. Igen, 20 millió volt, hát akkor az nagy volt. És ugye elég keményen kellett, olyan volt például, hogy a szőlő ugye átalakították 240-es sortávolságra, és a traktorra, hogyha tárcsázták akármi, a traktoros óhatatlanul vitte az oszlopokat, és hát akkor nem magas fizetések voltak, és a traktorosnak az oszlopokat levonták a béréből. Következőképpen a traktoros elment onnan, mert nem maradt miből élnie. Pali, te tudtál arról, hogy neked ilyen gyönyörű karriered körvonalazódik Helvécián, vagy anélkül vállaltál tanári állást, hogy tudtad volna, hogy mit adsz föl érte? Nem tudtam, hát kiváló vezetők voltak ott, a Sztánolki Gyuritól kezdve a Gyenes Pista is lehetne sorolni. Tehát volt ott az utánpótlás. Volt ott utánpótlás, hát ugye a Pista után a Moninpexhez került is lehetne sorolni. Szerencsém volt az életemben, hogy mindig olyan környezetbe kerültem, olyan kortárscsoportok és olyan idősebb korosztály is közelemben élt, akik példát adtak nekem és tanulhattam. Én a tanítványaimtól is, és ma is azt mondom, hogy nap mint nap, tegnap este is volt rá példa, hogy még mindig tanulok másoktól. Nem szégyen tanulni. De ezt egy percig se szeretném, senkinek sem sugallni, én sem. Zelovics Erzsébetnek volt-e szerepe abban, hogy te végül is kikötöttél Kisfáiba, vagy az inkább már következmény, hogy megtalálod a későbbi feleségedet azon a területen? Igen, volt szerepe, mert a gyakorlatokra a gyerekekkel a apósom vitt bennünket, tehát gyakorlatilag őt nap mint nap ismertem és találkoztam vele, és hát az történt, hogy hát akkoriban nagyon-nagyon jó kikapcsolódás volt, hogy évente volt kertészbál. És erre a kertészbálra én a barátaim unszolására el kellett, hogy menjek, mert éjszakai permetezéseket kellett vezetnem, és hát bizony nem igen aludtam ki, amikor az ember 2-3 napot nem alszik, az nem szerencsés dolog. És el kellett mennem a kertészbálra, és ott ismerkedtünk össze, és egy év múlva összeházasodtunk. Miért kellett éjszaka permetezni? Ez praktikus okai voltak, vagy egész egyszerűen annyira szorított benneteket, igen, hogy éjszaka is? Az éjszakai permetezéseknek több jó oldala van, tehát egyrészt, ugye, hogyha meleg idő van, akkor a permetlé perzselhet is. Másrészt a tapadás, a harmatta egyéb könnyebb, és ugye, ha nagy szárazság van, tapad, de nem biztos, hogy tökéletesen hat. És az is nagyon lényeges, hogy szóval a nappali műszakban azért más feladatok vannak, és éjszaka viszont vannak olyan talajmunka egyéb, amit nem nagyon lehet az éjjel csinálni, és a permetezést azt ugye csak annyi volt, hogy meg kellett nézni hátulról a műszaklámpát, hogy melyik szórófej nem működik, és akkor utána csak szólni kellett a traktorosnak, hogy tessék kiszállni, kitisztítani. Nagyon veszélyes növényvédőszerekkel dolgoztunk, például a Tinox. Az annyira veszélyes volt, hogy le kellett tiltani a traktorosoknál a dohányzást, mert hangszálbénulást okozott. Jó Isten! De akkor még föl sem merültek ilyen közegészségügyi szempontok, hogy akkor ugye a DDT-hez hasonlóan be kéne tiltani. Hát igen, akkor már ugye a DDT, diklordifenil-cikloretán, meg a HCA, hexaklorciklohexán is ugye kiderült, hogy rákkeltő karcinogén, és ugye betiltották. De hát napjainkban is számtalan olyan dolog van, amiről nem tudunk. Például az alumíniumról sem nagyon beszélünk, és az alumíniumra vigyázni kell. Pali, elmentél a Kisfáji szakközépiskolába tanítani, anélkül, hogy lett volna pedagógus végzettséget, pedig volt egy böcsületes tanult szakmád. Hogy oldottad meg? Autodidakta módon, vagy mellette jártál iskolába? Körösi Gyuri bácsi igazgató azt mondta, hogy hát ne csinálj te ebből problémát, hogy pedagógiai végzettséged nincs, majd lesz. És a feleségemmel eldöntöttük, hogy hát azért pedagógiai végzettség szükséges, ő mindig vágyott arra, hogy pedagógus legyen, és hát Juhász Gyurára jártunk, aztán én később jártam a József Attilára, meg még néhány helyre jártam. Igen, úgy elég tetemes a sor.
elhangzott itt a felvezetésben is, hogy humán ökológus, vagy jól mondom? Igen. Az micsoda? Hát, ugye ma az integrációról elég sok szó esik, meg voltak történések, amik nekem nem tetszettek. Az a baj, hogy nem tudjuk, hogy hol kell alkalmazni igazából az integrációt, mert például egy intézmény, amikor az önállóságát, autonómiáját elveszíti, akkor egy közösség a kohézióját is elveszíti, és én 2009-ben ezért álltam föl az igazgatói székből, mert én úgy gondoltam, hogy rombolásban nem veszek részt. És az integrációnak az a lényege, tehát itt a humán és az ökológia... Itt most megakasztanak. Romboláson azt érted, hogy számos intézményt úgy vontak össze, hogy valójában nem volt közük egymáshoz? Igen. 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 Akkor olyan értelemben, hogy például a profil is egész más volt. Szóval nem szerencsés, de nem csak ilyen miatt, nem elsősorban ilyen miatt, hanem az, hogy amikor egy intézménynek, egy egységnek megvan a maga önállósága, ott jól mennek a dolgok. Átlátható, fölnéznek a vezetőre is, ha a jó vezető, de ma már szerintem egy integrált egységben sajnos nem is tudni, hogy a vezető most hol, merre van, meg mi van. Szóval nem akarok ebbe a dologba belemenni, és a kohézió. Tehát az összetartó ereje, a közösség teremtő ereje sérül. Rendkívül mértékben. És én azt mondom, ma is annak a híve vagyok, hogy és remélem, optimista vagyok ebbe a dologba, hogy előbb-utóbb rádöbbenünk arra, hogy a önállóságot vissza kell adni, és azok az intézmények, amelyek szakprofilba, ehhez a minisztérium ahhoz. Ez a minisztérium integráció se oké, mert ez a emberi erőforrás nekem nem nagyon tetszik, mert az emberi erőforrás ezért nagyon piedesztára van emelve, és ez nem szerencsés dolog, hogy mindig az ember, mert a homo sapiens az megvan a lexikonba, de a homo, az érzelmes ember, a homo emocionál, az nincs sehol sem, ahogy nem. 93-ban a Daniel Coleman nem írja meg a érzelmi intelligenciát, akkor gyakorlatilag még most is csak tapogatózzunk. Sántít az érzelmi dolog az iskolákba, oktatásba. És a humán ökológiára visszatérve, itt egy integrál dolog. Ez olyan, mint az orvos, egy anesteziológus nélkül nem tud semmit, egy sebész. Tehát, hogyha a tudományok nincsenek integrálva, és ennek praktikus szintje, gyakorlati szintje is nincs, akkor bizony sántítanak a dolgok. Nagyon és örülök, itt az ökológiánál ugye gyakorlatilag az emberi környezetről van szó, de ennek rendkívül sok ága van. Én sokszor voltam bajba is vele, mert például vizsgáznom kellett az ELTE-n mikrobiológiából, két ilyen kötetből. Én azt mondtam, hogy ezt megúszom, akkor bármi bekövetkezhet. Bármi bekövetkezhet, úgyhogy nem egy egyszerű dolog, és a specializációra is szükség van, természetes dolog. Hát, hogyha a sebész vagy az anesteziológus is, a speciális szakmai tudása nincs meg, akkor baj van. De még ők se érnek semmit se. A fertőtlenítővel, a sterilizáló nővérrel. Ha az nincs ott, akkor az orvosnak kell azt ellátni, és nem akarom ezt szagozni. Tehát egy olyan csapatmunkáról lenne szó, a humán ökológiánál is, a tudósok részéről, nagyon szépen kialakult ez most már, és képzésben is benn van, csak az a baja ennek is, hogy a felső oktatásban is, de a középiskolai oktatásban, de az alsó, tehát az általános iskolai oktatásban is. Egy dologról elfeledkezünk nagyon, és ezt még egyszer hangsúlyoznám, szóval az érzelmi neveléssel nem törődünk. Ha megnézzük ugye a jobb és balagyféltekénket, ma egy balagyféltekés világban élünk, és gyakorlatilag ki kell mondani őszintén és nyíltan, a szívünk dönti el az életünket, és az emberiség jövőjét is a szív dönti el, mert Darwin megmondta, hogy az érzelmek az evolúcióban azért fontosak, mert ha nem tud alkalmazkodni az élőlény, nem tud az életéért harcolni, akkor nagy baj van. Akkor nagy baj van. Pali, 1979-ben zárják be a Kisfai iskolát, kerültök be a városközpontba, 83-tól igazgató helyettes vagy, és szinte azonnal elkezdtek dolgozni egy munkacsapattal azon, hogy környezetvédelmi
szakképzést indítsatok el középfokon Kecskeméten. Mennyire vettek komolyan benneteket abban az időben? Hát elkészítettük a tantervet, tantárgyi besorolással, és hát ugye fölterjesztettük, és megmosolyogtak bennünket, hogy hát mit akarunk mi, hogy ilyet, hogy egy szakközépiskolába környezetvédelmi képzés. És akkor, amikor a 99-ben a világbanki képzés beindult, ugye pályázat útján, nem volt egyszerű a sok pályázat, de soha nem felejtem el, hogy mennyi öröm ért engemet, és mennyit utazhattam, mert addig a családdal ilyen turista módon utaztunk kis sátorba, és sorolhatnám, és amikor rendszerváltás után azért ezeket el kell ismerni, hogy jó dolgok is történtek, és történnek. Én akkor már turistaként nem utaztam, és pályázatok útján jártam a világot, Amerikától kezdve, nem akarom ragozni ezt. És miért lettél, elvégeztél valami nagyon sajátos menedzseriskolát ezeknek következtében? Igen, Amerikában vizsgáztam, a seed manager végzettséget ott szereztem, és dekum facilitátor vizsgát is ott tettem, és gyakorlatilag ezt se úgy hasznosítjuk, ahogy kellene. Ugyanis a dekum az munkakör elemzés. Tehát egy munkakört, mert azért fejlődik a világ, új munkakörök léteznek, alakulnak ki, új szakmák. Ezeket úgy kellene, ugye, ezeknek a tantervét, oktatási struktúráját kialakítani, a szakmai képzését, hogy a dekummal egy munkakör elemzést kellene előre csinálni, hogy mit kell neki tudnia a gyakorlatban is, az elméletben is. És hát nem igazán, mert ugye itt elterjedt az országban, hogy piacorientált munkaerőképzés. Hát én erre azt tudom mondani, hogy rendben van, de az igazából valahogy abba az irányba kellene menni, hogy fontos a piac, fontos a szakma, hogy munkaerővel el legyen látva egy ipari ág, akármi, de a legfontosabb, hogy a szakmáját szeresse, tudja elméletbe is, de főleg gyakorlatba. És akkor most kezdenek beszélni olyanról, amit régen is tudtunk, hogy duális szakképzés. Végül is csináltátok, és csak nem hát, ez volt a neve. Hát a duális szakképzésnek mi a lényege? Hát elmélet nem létezik gyakorlat nélkül. Ha praktikában nem tudja az illető akkor csinálni, akkor mit se ér. Persze. Pali, egy nagyon sikeres iskola, nagyon sikeres csapatát vezetted 5 évig. Mindenki kapacitált, hogy maradj. Azért mentél nyugdíjba, amire már utaltál, hogy jöttek az összevonások, és nem volt kedved hozzá? Igen. Hát egy olyan közösség volt ott az iskolában, és ezt mondhatom a 40 évre. Nagyon szerettem ezt a közösséget. Egészen kisfájtól kezdve. Bárhogy is alakult, és ugye a tanulói létszám növekedett, így a tantestület dolgozói létszám is növekedett. És egy olyan tantestület és dolgozói közösség volt, akire mindig számíthattam, aki mindig mellettem állt, segített engem a munkában. Hálával tartozom ő nekik, és ha ilyet mondasz, akkor nem voltak közrettegésnek örvendő igazgató? Nem, én amikor igazgató lettem, én hát elárulom neked, hogy én például nem szerettem az értekezleteket. Ó, Istenem, úgyhogy téged sokszorosítani kérem. Egy évben 5 értekezlet volt, az már nagy dolog volt, mert ugye tanévnyitó, tanévzáró, félévi osztályzó, évvégi osztályzó és még valami. És mikor igazgató helyettes voltam, és a pályázatok voltak, akkor hát elég sok rendkívül értekezlet volt, és akkor hát nem minden körült, hogy már megint értekezett, milyen értekezett, mert az értekezetek azok úgy szoktak lenni, hogy amikor vége van, fölállunk, és mindenki elfelejt mindent, úgyhogy erről ennyit. És a lényeg az, hogy azt mondták nekem, hogy Pali már megint miattad van értekezett, mert biztos megint valami pályázattal nyertél. Úgyhogy, és nem ellenőriztem a dolgozókat. De végül is sok 100 millió forintot szereztél az iskolátnak. Amikor az iskolában letetted a lantot, akkor röviddel később a Matthiasz János Borrendnél vállaltál funkciót. Egy meglehetősen érdekes időszakban, konfliktusokkal teli időszakban vetted át a nagymesteri tisztet. Kérlek, beszélj arról az eszközről, ami a nyakadban lóg, meg aztán arról a szép kis kitűzőről, amit látunk. Hát ez a Borrendünknek a jelvénye. Ez régről. Mert
gyakorlatilag közeleg a 35 éves évfordulója a borrendünknek, és ez egy kóstoló... Olyan gyönyörű tehát, francia neve van, kérlek, avasd be benne. Hát Confréri, ugye Matthias Jánosét nem akarom végig, gyakorlatilag Matthias János rend, borrend, igen. És hát Matthiasszal együtt, és a születési év dátum, és a halálnak a dátuma, és a jelvény az, egy kicsit mondhatom, hogy az én ötletem volt, vagy kikényszerítettem a borrendbe néhány dolgot a elmúlt 10 év alatt, ugye, mert mind a két ciklusra megválasztottak. A jelvényt is büszkén viseljük, nemrég készült el, és úgy gondoljuk, hogy nem csak a Matthias Jánosnak kell adózni a névadónak, egy civil szervezetnek, hanem a magyar bornak is. És a magyar borról nekem az jut eszembe, hogy talán akkor, amikor magyar bort iszunk, akkor Széchenyi ugye mondta, hogy hát jó lenne a magyar, megfogná a magyarnak a kezét, hogy talán akkor, amikor megiszunk két pohár bort, akkor megfogja a magyarnak a kezét. Itt muszáj megkérdeznem. Szóval magyar bor, a Villányi bor is magyar bor, az Egri is, a Tokaji is, a Szekszárdi is. Lehet-e őszintén szeretni a homoki borokat, és ha igen, mitől? Az a baj, hogy szóval az ember hajlamos arra, hogy más szemüvegén nem látja a világot, csak a saját szemüvegén. Holott azért kellene látni a más szemüvegén is a világot, vagyis én nem vagyok híve annak, és tiltakozom az ellen, amikor meghallom, hogy gyakorlatilag ellentétet szítanak, hogy a hegyvidéki bor és az alföldi bor. Nincs ilyen. Nem. Mindegyiknek kétségtelen volt érte. Arany háromszög, meg így tablettás van. Bor, és az sajnos a mi vidékünkhöz így kötötték. Van. Így van. Kiskörös, nem akarom ragozni. Sajnos az ember ilyen, hogy keresi a megoldást, hogy hogy lehet ebbe a mai világba érvényesülni negatív módon. Nem pozitív módon, most szándékosan ezt a kifejezést használom, és ugye akkor az arany háromszögbe a alföldi bor bizony diszkontálódott. Azt is mondhatom, amortizálódott. És én azt mondom, hogy most az ízléskultúra ebben az időszakban, az elmúlt rövid intervallumot látva, természetes dolog, hogy megvannak a testes, magas, extraktartalmú boroknak is a maga értéke, gyümölcsíze, zamata, és sorolhatnám, illata. De az alföldi bornak az a nagyon-nagyon nagy értéke, hogy könnyed, friss, üde, zamatos, gyümölcsös, ráadásul illatos. Csodaszép színével ezen az aranyhomokon, amit ez a bor ad. Erre büszkének kell lenni annak, aki itt született és itt él, és főleg köszönetet kell azoknak mondani, akik fáradtságos munkával megtermelik a szőlőt, és kitűnő borokat csinálnak itt az Alföldön. Olyan lelkesültséggel beszélsz rá, hogy elhiszem neked, de komolyan. Te magad borászkodsz-e, vagy borászkodtál-e valaha? Hát én ugye hát szigorlatoztam borászatból is, de igazából azért nem voltam sose olyan nagy borász. Tehát én ilyen mellékszereplője vagyok a borrendnek. Úgyhogy... Persze, mi lenne más egy nagymester, hanem a mellékszereplő? De így van. Én mellékszereplője vagyok. Kiváló borászok vannak a borrendben. A Kisari Pistától kezdve, Dabasi Gabi, sorolhatnám a neveket. Bocsánat, ha valaki Szili Gábor, ha nem említettem most valakit, mert nem, úgy műsoridó nem engedi. De csináltam bort, és ez érdekes volt, mert amikor kisfájú iskolába kint voltunk, akkor hát ugye volt farsang, meg ilyen ünnep, olyan ünnep, hát legyen már egy kis bor, mert volt olasz ízink szőlünk, és akkor hát szólt az igazgató, hogy hát csinálj már paré egy kis bort, és hát csináltam bort, de hát elárulom, és bűnt követtem el, mert hát nem volt olyan igazán fokos, mert olyan 19-20-as volt a olasz ízink mustja, és elmentem a konyhára a Marika nénihez. Marika néni tud nekem adni egy kis kristálycukrot. És hát a Marika néni adott kristálycukrot. És igazán jó sikerült ez a bor, úgyhogy még decemberben karácsony előtt még forrt a pincébe. Úgyhogy kétségbe is voltam esve, hogy milyen bor lesz ebből. És hát kiváló bor lett belőle, úgyhogy amikor a 12-es, 13-as alkohollal.
kiváló bor volt belőle, úgyhogy amikor a vendégek jöttek, ugye eljött szabadszállásról, Fülöp szállásról, az iskola tanulói tantestületi, kiváló hangulat volt. Pali, valójában mi lehet a borrend célja? Látunk benneteket gyönyörű ornátusban fölvonulni a város utcáin, de mi az értelme annak, hogy vannak az országban borrendek, marketing szempontok, borkultúra? Mi az, amire vállalkoztok? Hát gyakorlatilag, ha most ezt a kettőt említetted, és akkor ragaszkodjunk ehhez a kettőhöz, mind a kettő. Tehát a borkultúrának a elterjesztése, nem szerettem ezt a kifejezést, hogy propagálása, nagyon fontos. De azért a gasztronómiába is, hogy mihez mi illik, mit fogyasszunk. Szóval ugye a kultúra, a műveltség jósósban, ékesség, balsósban menedék. Hát ne menjünk el a balsós felé Arisztotelész óta, és inkább a kultúrát, a műveltséget szolgáljuk. Másrészt, amit említettél, a marketing, szóval azért a marketing területén még vannak feladataink. Hogyha azt nézzük, hogy külföldön mi van, meg hogy van, jó, hát ott is ugye olyan tradíciók vannak, egy Loire-völgyi, akár sorolhatnánk francia bor, de akár a olasz borokat. A magyar boroknak a marketingje területén még mindig van teendő. Tehát, bajba is vagyunk, mert hát mennyi 50-60 ezer palackot tud egy-egy borász, tehát azzal nem lehet megjelenni. Igen, hát technológia területén is kell lépni, be azért vannak itt is biztató jelek, pályázatok egyéb. De a marketinghez hozzátenném, hogy szóval tulajdonképpen ez a PR, ugye, hogy reklám, hogy a magyar bor. Nem igazán szeretem egyébként a reklámot. Ha rajtam múlna Magyarországon, én külön csatornát létesítenék a reklámoknak, mert manipulálják az embereket. De sok reklámban van igazság, tartalom, jó, és nem hazudik. Most szándékosan mondom ezt a kifejezést. Nem szabad lett volna nekem most ilyet mondani. Tehát csak az igazat mondani a magyar borról a marketingban. Ne legyen az, hogy egy magyar bor palackot fölbontunk, és csalódunk benne. Egy külföldi palackot fölbontunk, mondjuk azért ne nagyon bontsunk föl külföldi bort, abban nem csalódunk. Pali, mennyire vesznek komolyan benneteket? Már úgy értem a Matthias borrendet, mondjuk a nagy tradicionális, már hosszú évtizedek, vagy nehogy Isten, még régebb óta létező borrendek. Teljesen egyenjogúak vagytok? Nagyon jól működik a borrendek szövetsége országosan. Nagyon jó az összetartás. Gyakorlatilag a mi civil szervezeti tevékenységünk a barátságról, a borról szól. Tehát nem politizálunk, ha néha-néha el is csúsznak az emberkék arra, pláne egy pohár bor után már. A lényeg az, hogy minden évben vannak rendezvények, ezekre elmegyünk. Ide jönnek hozzánk a mi rendezvényünkre. Nem, sajnos nem minden rendezvényre tudunk elmenni, és sajnos mások se tudnak eljönni a mi rendezvényeinkre mindenki. Főleg akkor, amikor a Magyar Bor napja van, ugye nyáron a Barasz Pálinka és Borfesztiválon, júniusban, akkor ugye ez egy országos ünnep. És a kocintásra, hát döntő többsége a borrendeknek azért otthon is vannak rendezvények, és ilyenkor azért egy kicsit megmozdul az ország abba az irányba, hogy hát végre a magyar megfogja, egy ideológiát hozzá lehet tenni, hogy megfogja a magyar a magyarnak a kezét. Vagytok-e elegen, vagy már túl sokan is vagytok? A rendes tagsággal azzal még én mindig nem vagyok elégedett, mert szeretném azért, ha többen lennénk. Az a jó, hogy tudunk kifiltani. Az új generáció közeledik felénk, és fiatalok vannak, agilisek, másként gondolkodnak. Nem baj az, ha van másként gondolkodás. A másság viszi előbbre egyébként a világot, a diverzitás. És van tiszteletbeli tag, sok, és hát vannak szponzorok. Egy kicsit néha a szponzorokat mozgatni kell, mert gyakorlatilag tagdíjból élünk, és minimális pályázati lehetőség van. Alelnököm, aki itt van, a Kolozsi Gyula barátom. Kiváló ceremóniamester. Kiváló ceremóniamester. Ő lovol engem mindig bele ilyen pályázatokba egyébbe, úgyhogy hát néha nem unatkozom. Vele, de legalább van értéke a munkánknak, és van miért tennünk.
Pali, az látszik rajtad, hogy tele vagy energiával, tetvágyjal és lelkesedéssel a munka iránt, amit végzel. Muszáj megköszönnöm most ezen a ponton, hogy beszélgettél velem, mert elfogyott az időnk, de nagy öröm volt hallgatni. Én is köszönöm, hogy eljöttél. Nagyon szépen köszönöm.